Kedves nézőink, rendre megszokhatták, hogy havonta egyszer találkozunk itt a stúdióban városunk három alpolgármesterével, és átbeszéljük az aktuális kérdéseket. Így lesz ez a mai este folyamán. Szintén nagyon sok szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Nagy Nélegény Ildikó alpolgármesterasszonyt, Török István és Csíszár Imre alpolgármester urakat. Köszönjük szépen, hogy itt vannak velünk most is. Kellemes témákkal kezdhetjük, avagy kellemes témákkal kezdhetjük? A kérdőjelet pedig azért tettem oda a kérdésem végére, mert hogy az Ady Endre körút mártírok útja felújításával kapcsolatban, pontosabban az ottani lakótelep felújításával kapcsolatban lenne az első témánk, és azért tettem oda a kérdőjelet, mert ugye volt egy lakossági fórum is, ahol azért, hát legyünk őszintén, indulatoktól sem volt mentes ez a lakossági fórum, voltak elég vehemens felszólalások. A külső szemlélő meg, mint én, aki arra járok, azt látom, hogy halad a munka, és ahol már azért nagyjából készen vannak, ott látszik, hogy épül-szépül, és sokkal jobb lesz, mint volt. Szóval mit lehet most elmondani? Hol tart tulajdonképpen ez a beruházás? Alpolgármester úr? Köszönöm. Hát kezdem én akkor, mivel ugye talán én ismerem itt közülünk a legjobban. Köszöntöm a város nézőit. Egy kicsit könnyebb a helyzet, mivel a Zöldváros projekt lakói részére volt egy lakógyűlés, ahol rengetegen elmondhatták a gondjaikat, problémáikat. Számomra részben öröm is volt, hisz sokszor egy városlakossági fórumon vannak ennyien, mint most itt voltak. Az is tény, hogy ez egy olyan beruházás, hogy nagyságrendileg sem kevés, de főként olyan környezetben valósul meg, ahol rengeteg családot érint, és maga a kivitelezés is, mivel külső és belső területen is egy időre kellene befejezni, meg indult is egy időben, ez azért ott rettentően megnehezíti a dolgot. Másik dolog, ugye azt is figyelembe kell venni, hogy lényegében ez egy önkormányzati beruházás, de a lakóknak a magántulajdona a többségének az ottani lakás. Tehát azt ő ugyanúgy kezeti, mint a saját tulajdont, hisz helyes is, és úgy is kell kezelni. Na most az is tény, hogy általában ahány lakó közösség, vagy majd még sokszor lakó közösségen belül is, ugye mások az egyéni érdekek. Az is tény, hogy sajnos ez a pályázat, mint sajnos a többi pályázatnál is, de ennél meg különösen sok-sok olyan hiányosság van, amit az egyszerű ember, aki igazán nem tudja, hogy hogyan mennek ezek a pályázatok, és ezeknek a megnyerése, hogy megkapjuk, és sok olyan tervezési gond és probléma van, amit utólag már nagyon-nagyon nehéz megoldani. Természetesen sok mindent meg lehet oldani, utólag is, csak az két dolgot folyásol be. Bocsánat, alpolgármester úr, ezek a hibák erre a pályázatra és erre a kivitelezésre vonatkoznak, vagy még amikor megépült ez a lakótelep és a bontások után? Nem, hát itt a jelenről beszélünk, a mostani pályázatról. Tehát ez a pályázat is sok-sok hiányosságot tartkar. Tehát nem volt igazán átgondolva. Például az, hogy a maga beruházás, a felszíni beruházásra kaptunk pályázati pénzt. Az is, hogy a csökkentket velettek, mindig karcsúsítani kellett, és például ilyenek, hogy a szennyvízre, vízelvezetésre, csapadékvízre, hát ki se tért a pályázat. Na most azért ez nem 10-20 éves lakások, hanem több évtizedes lakások, és az akkori törvényeknek megfelelően nem is egy kivitelező, több kivitelező csinálta, és például külső részeken ott van a eternit csőtől a vascsőig, a PVC csőig már minden letéve. Na most annak egy része elkorodált, engedte a vizet, a vascsövek, 5 mm-es vascső úgy árosdált, ott látszik is kívül, mert sokan kételkedik ezt, le van téve oda a gyepre egy jó pár darab, hogy teljes átlyukat, ahogy átlyukat ugye ott már folyt a víz, az egész talaj átnyersült, tehát ezeket már nem lehetett úgy hagyni. Na most hát ugye a polgármester engem bízott meg, ez olyan szép szó, hogy ellenőrzésével, felügyeletével, meg minden ebben az is benne van, mintha nekem döntési jogom lenne.
Nekem semmiféle döntési jogom nincs, ezt meg is kaptam a fejemre, hogy én a döntéseket még csak meg se próbáljak hozni, mert ugye ez a polgármester hatásköre, sőt, ha most őszinték vagyunk, egy-két dolog, nem is a polgármester hatásköre, azon túl megy, és a képviselő testületi döntés kell hozzá, például mihez. Ahhoz, ugye, hogy ottani kivitelező, műszaki ellenőr, én javaslatom is minden, közöltük a polgármester felé, hogy igenis ezeket a csöveket most ki kell cserélni, mert ha nem cseréljük ki, akkor ez borzalmas gondokat okozhat a későbbiekben. És most is volt már sok eldugulás, meg ez hasonló. És ugye, amikor a polgármester úrral ezt egyeztettük, ő nagyon korrektül azt mondta, hogy hát akkor vállaljuk be, ezt ugyan önkormányzati képviselő döntés kell majd hozzá, mert ez nem egy-két millió, hanem 10-20 millió körül lesz, mire befejeződik meggyőződésem. Erre az önkormányzatnak biztosítani kell a költséget. Tehát mert a lakóktól kívül vagy bérbe, vagy meg lett vásárolva, vagy át lett adva az a közel egy másfél méteres terület, tehát önkormányzati terület, de erre a pályázatban nincs pénz. A pályázatban a pénzeket elég szigorúan van megkötve, arra szabad felhasználni, ami a pályázatban szól azokra a munkákra. Mi ez nem? Na most ez eldűlt, ezzel semmi probléma nem volt, mert ugye ez a jó, mikor az ember itt össze tud dolgozni és össze tud fogni, most nincs ilyen, hogy mostan jobb oldal, bal oldal, vagy ilyen oldal, olyan oldal összefogás, vagy polgári oldal, tehát itt együtt kell gondolkodni, mert már addig igen, a polgármester úr felelőssége, míg nem anyagi, illetve képviselő döntéseket kell meghozni. Mivel ebbe ugye az egyetértés megvolt, mert ugyanúgy én is és a másik oldal is ugye tájékoztatta erről a frakcióját, és ezt elfogadtuk. Én úgy érzem, a külső beruházás rendjén megy, be van szakaszolva, és én meggyőződésem, hogy ha az készen fog lenni, akkor a gondok problémák lecsapognak. Na most mi a gond belül? Mert ott most még kívülről egy gondatot szeretnék, azt utána lezárnám, mert másoknak is kell idő, hogy kívül még annyi van, hogy a parkoló rettentő kevés, ugyanis az oda költözők, hála Istennek, meg a családjuk, meg sok a kocsi. Nincs parkolási lehetőség. És a legnagyobb gond, amit egyenlőre nem látni a megoldását, de valami megoldást véleményem szerint kellene keresni, a parkolók bővítése. Na most sokkal könnyebb lenne bővíteni, mert ott ugye, ahogy levezették, mert azért van abban a lakóközösségben szakemberek, meg sok olyan ember is, aki azért ért dolgokhoz, hogy egy két méteres bővítéssel meg lehetne oldani a parkolót, hogy ne párhuzamosan álljanak be az úttal, hanem merőlegesen, és akkor még egyszer annyi kocsi félne el. Na most ez a legnagyobb gond, probléma kívül. Visszatérve belül, amit kérdeztél, belül más a helyzet. Belül sajnos kifogtunk egy olyan kivitelezőt, ami valami oknál fogva, én ezt nem kívánom ecsetelni, majd az idő ezt megoldja, rettentően, önfejűen, hogy szépen, de ne is nagyon csúnyán fogalmazzak, végzi a munkákat. És őnél sok olyan probléma van, ami nem a terv szerint készül, közben nem igazán veszi figyelembe az ott kialakult helyzeteket, és emiatt épít-bont. Ezt most mondhatjuk azt, hogy nem. Az ottani lakóközösség mindenki látja. Igen, én is hallottam, volt, aki mondta, hogy a szegélyköveket lerakták, aztán másnap felszedték. Igen. Na most ezek a gondok. Holott én magam hallottam, és ott voltam, ugye, ugyan később lettem kinevezve oda, de akkor is azért ezt átláttam. Az ottani bejárások során a szakembereknek a gondjait, problémáját, vitáit, tehát felvetődtek ott sok értelmes gondolat, és valahogy ez sosem úgy valósult meg. Ettől függetlenül, ami még ott egy elég sok gondot, problémát okozott, ez a fakivágás. Szóval ezzel a fakivágással
csinálni kell valamit, és nem csak ott, hanem az egész városban. Most arra nem térek ide, egy fél órát lehetne sorolni, hogy a városban is milyen gondok vannak, ami nem odaillik máfa. Szóval vagy valami után. Na most itt meg ráköltünk 5-600 millió forintot erre a környezetre, ami én meggyőződésem, hogy mikor majd kész lesz, nagyon szépen meg fog újulni. Az ottani lakások értékét, a többségét 10-20%-kal az értékét meg fogja emelni, és valóban lakosoknak ez a bosszúságába kerül, semmi másba igazán. Tehát máshogy alakul az, de most ott rengeteg olyan van, hogy magról kelt, meg megint a kivitelező hibájából, ugye, elkezdte csinálni a járdát, a fának a gyökereit, 1 méterre, 80 centire, méket hogy, felszaggatta vagy egyik oldalát, van amelyik nagy fának a három oldalát is, hanem 10-12 méter magasak, a lombozata olyan, már a bérházak oldalánál dörzsöli egyik-másik a falat, idővel szépen le is dörzsöli ugye a vakolatokat, vagyis azt adtan a hőszigetelés miatt végzett munkákat. Persze, hogy féltik az emberek, és ezekkel van gond. Mert a lakosoknak egy része, akit ők nem is annyira érinti ez, ő azt mondja, hogy hát környezet, meg friss levegő, meg árnyék, és van is igazságuk, de a másiknak meg pont ellentése. De nem az a probléma, hogy most meghagyjuk, mert ha szépen meg lenne gajazva, meg minden, az is igaz, hogy előre meg kellett volna csinálni, hanem az, hogy már most körbe ásta a kivitelező. A karomnyi, lábamnyi vastagságú gyökereket felszaggatta. Közben kifeledő van olyan fa. Hát azokat, ha nem szedjük ki, ott bármiféle baleset adódhat. Na most, ha olyan baleset adódik, ami anyagi kárral vetekszik, jó Istenem, hát megoldódik. De ha esetleg olyan sérülés, csonkolásos, vagy bármi baleset történik, azt az életben nem lehet már pótolni. Tehát onnan ki kell azokat, az én véleményem is, és én a lakosság mellé álltam ebben, hogy igenis ki kell takarítani. A közmeghallgatásra még vagy csak itt mondatot mondok, hogy ott is nagyon kijött ez. A polgármester úr megígérte, hogy a járda és a bérház között tessék a lakóközösség döntse el saját maga előtt, hogy kivágják, vagy ne vágják. Úgy érzem, viszont, hogy ez a nagy lakóközösség után egy kicsit megnyugodtak az emberek, de amit ott kértem, hogy minden fát sorszámozzunk be, vagy pedig az a lakóközösség kérjen egy sprayt, azt sprayzze meg, hogy mit akar kivágni, és arra legyen meg a többségi döntés. Mert az, a bérházak, az mint magántulajdon. Magántulajdonban azért mások a lehetőségek, mint egy köztulajdonban levő fák kivágásában. Hát abban magánember nem igazán szólhat. Körülbelül 3000 emberről beszélünk, aki ott él, és nagyon nehéz úgy csinálni, hogy mindenkinek jó legyen. A polgármester úr csak röviden, hogy tudjunk tovább menni. Sikerül valahogy nyugvópontra tenni ezeket a dolgokat, és a kivitelezés az helye közel befejezhető én időben, bízom. Mert ugye bent van probléma, ha jól értem. Én bízom, mert azért a város szinten se történt még ilyet, meg nem is nagyon fordul elő olyan, hogy egy felelős műszaki ellenőr feladja, és azt mondja, átadja a stafét a másnak. Mert hogy bent ez történt a belső részen. Mert a belső részen egy történt, ő új felelős műszaki ellenőrje van 31-től. Bízunk benne, hogy ez jobban fog boldogulni a kivitelezővel. Nézzük a hajdunánási gyógyfürdőt, a polgármester asszony, vagy még ehhez hozzáfűzni való? Ezért ne maradjanak olyan kérdések, ami elhangzott egy csomó információ, ami nem biztos egyébként, hogy pont olyan színben tünteti fel a dolgokat, ahogy van. Visszakanyarodnék rögtön a lakossági fórumra. Azzal azért nem értünk egyet. Szerintem 20-30 embernél több nem volt jelen a lakossági fórumon. Ez azért mutatja azt a fajta hozzáállást, amit eddig is tapasztaltunk, és ami egyébként a tervezés előtti egyeztetéseken is jelen volt, ott még ennyi számban sem voltak jelen ott. Mert hogy voltak fórumok akkor voltak is. Voltak bizony fórumok akkor is. És volt olyan, ahol talán egy ember ment el, volt olyan is, volt olyan, ahol 5 ember jelent meg. Itt nagyságrendileg 30 ember volt. Ezt azért az ott lakó 3000 emberből nem gondolom egy túl nagy számnak. Mindenképpen jó, hogy tartunk ilyen fórumokat, és valóban elhangzottak olyan dolgok, nagyságrendileg 2-3 témaköré
összefoglalhatjuk azért a lakossági fórumon elhangzottakat. Nyilván az egyik a fakivágás kérdése volt. Én azt gondolom, hogy polgármester úr adott rá egy olyan hathatós megoldási javaslatot, amivel fogjuk tudni ezt a kérést orvosolni. Ez az, amit a polgármester úr is mondott. Így van. A másik dolog volt a külső részt, hogyha gyorsan érinteni akarom, akkor az aknafedeleknek a kérdése volt, hogy rálátnak, nyitottak az aknafedelek ott, ahol még nem fejeződött be az út javítása. Mi már ezt jeleztük korábban is, mert érkezett hozzánk ilyen lakossági kérés, a kivitelező megígérte, hogy oda fog rá figyelni, tehát azt gondolom ez is egy olyan probléma, amit tudtunk kezelni és megoldást tudtunk rá találni. A belső részen, és azért is kértem szót, mert ne vigyük el teljesen abba az irányba, hogy mindent a kivitelező minőségi dolgaira próbálunk irányítani. Igazából én azt gondolom, hogy volt egy hiba, amit elkövetett a kivitelező, illetve a műszaki ellenőrrel együtt. Mi volt ez? Az, hogy azt a járdaszakaszt, amit később felbontottak, azt úgy kezdte el lerakni, ami a terveknek nem megfelelően volt. Mi ezt jeleztük neki, próbáltunk rá megoldást találni, hogy tudnánk-e, ugye itt nagyon fontos kérdés a zöld felület, és azt érintette leginkább a zöld felület, az, ami az indikátorszáma a pályázatnak, hogyha ezen változtatunk, akkor nagy a valószínűsége annak, hogy elbukjuk ezt a támogatási összeget. Jeleztük, illetve próbáltunk rá megoldást találni, hogy lehetne megoldani úgy, hogy ne kelljen már visszabontani a meglévő felületet. Ezt sajnos nem tudtuk kivitelezni, nem tudtunk rá megoldást találni. Ez vezetett odáig, hogy fel kellett szedni. És ez generált egy másik olyan problémát is, hogy összeért a külső és a belső kivitelezés, és sajnos érint olyan lakóházakat, társasházakat, ahol a külső és a belső bejárást is akadályozza. Ezt nagyon sajnálom, hogy így alakult, de ez tulajdonképpen emiatt van. Próbálunk rá megoldást találni, hogy hogyan könnyítsük meg, illetve az új műszaki vezetővel, Dankó Károllyal, aki a külső résznek is a műszaki vezetője, külön kértük azt, hogy nagyon figyeljenek oda most már a lehetőségek szerint, hogy ne akadályozzuk így a társasházak megközelítését. De én azt gondolom összességében, azt nem lehet elmondani, hogy a kivitelező alapvetően rossz vagy rosszul áll ezekhez a dolgokhoz. Én azt gondolom, hogy a mi érdekünk is az, hogy most már egy megfelelő minőségű munkát várjunk el, ezt mi folyamatosan ellenőrizzük. A műszaki ellenőr nem is hagyná jóvá azokat a szakaszokat, amiket befejez és lépünk egy következőre. Úgyhogy én nem látom olyan rossznak ezt a helyzetet, a minőséget tudjuk ellenőrizni, és azt gondolom, hogy most már az új műszaki vezetővel ezek a problémák is meg fognak oldódni. Én azt is elmondtam a lakossági fórumon, hogy remélem azért, hogy majd mosolyogva is tudunk, és a köszönet szava is el fog hangzani ebbe a beruházásba, mert rendkívül sokat dolgozunk rajta, azért folyamatosan kooperációs egyeztetéseket tartunk, folyamatosan kint vagyunk a területen is, és azért én azt gondolom, hogy ez egy olyan beruházás a városnak, ami a város gyöngyszeme lehet, és azért 600 millió forintot rákölteni egy ilyen közösségi térre, ez nagyon nagy eredmény lesz. És remélem, hogy közösen fog majd neki tudni nem soká örülni. Kicsit lezárva a dolgot, én mindig valahogy azt érzem az ilyen esetekben, hogy úgy nem lehet csinálni, hogy mindenkinek jó legyen, és olyan meg mindig lesz, aki valamilyen úton-módon beleköt egy-egy dologba, beruházásba, projektbe, ami pedig szépít és újítja a várost. Viszont lépjünk tovább, és akkor nézzünk egy másik projektet, egy másik beruházást. Kicsit már elkezdtem felvezetni a Hajdunánási gyógyfürdőt. Hol tart most az a pályázat, aminek ugye az előzményeit láthattuk talán bő egy esztendővel ezelőtt, és a elképzeléseit és terveit. Mikor indulhat el ez a történet, és hogy áll most a Hajdunánási gyógyfürdő, mert hát ugye az elmúlt hónapok azért mindent hoztak, csak éppen kedvező dolgokat, nem? Igen, akkor hogyha fürdőfejlesztéssel kezdhetem, akkor igazából ugyanaz a tervezés, az a koncepció van a látóterünkben, amit annak idején a régi képviselőtestület is jóvá hagyott. Polgármester úrnak volt egy olyan kérése, hogy az új megalakuló testület is lássa és hagyja ezt jóvá. Ez is megtörtént, és ugye, mint azt többször jeleztük, ehhez külön kormányzati támogatást szeretnénk. Ez tulajdonképpen folyamatban van. Igazából volt róla újraegyeztetés, mielőtt az a végleges vezetői koncepció el tud készülni, vagy el tudott készülni, ami a miniszterelnökség elé kerül. Én azt gondolom, hogy voltak ott is felvetések
a polgármester úrék részéről, illetve az összefogás részéről, hogy gondoljuk át ezt a fürdőfejlesztést, mert hogy jönnek olyan fejlesztések, mint a MotoGP, stb., és ezekhez kellene átgondolni ezeket a fejlesztéseket. Én elmondtam azon az egyeztetésen is, hogy azt gondolom, hogy az a koncepció, amit akkor összerakott az a szakértői csapat, az egy jól előkészített, jól átgondolt, és nem utolsó sorban a meglévő fürdőnknek a műszaki színvonalára és az adottságaira tud épülni. Ebben tulajdonképpen semmi nem változott, és én azt gondolom, hogyha egy újratervezést kezdünk, egy újragondolkodást kezdünk, akkor nem tudunk már számítani arra, hogy valaha is kormányzati plusz támogatáshoz tudunk jutni. Azt viszont valószínűleg nem szabad elengednünk, hogy lesznek itt olyan fejlesztések egyébként, és olyan igények még a lakosság részéről és a térség részéről, ami indokolni fogja azt, hogy a meglévő fejlesztésen túl gondolkodjunk azokon a fejlesztéseken, aminek majd az igényeit látjuk. De ezt még ugye nem látjuk, és nem is kellene ennyire előre szaladni. Én azt gondolom, hogy egy jó koncepciónk van, van egy jó lehetőségünk arra, és nagyon remélem, hogy meg fog tudni valósulni ez a kormányzati támogatás, és ennek reményében kell mindent megtennünk azért, hogy minél gyorsabban el tudjuk kezdeni ezt a fürdő. Akkor, ha jól értelmezem a polgármester asszony, vannak még kérdőjelek, ami miatt nem tudjuk, hogy elkezdődhet-e ez a beruházás? Itt ugye a kormányzati támogatásra gondolok? Nyilván, amíg nem mondják rá az igent, addig ott van a kérdőjel, de... Ez mikor dőlhet el egyébként? Én azt gondolom a közeljövőben. Mert hogy ugye mikor lehet meg az első kapavágás, ahogy szoktuk mondani, tehát tulajdonképpen mikor startolhat ez a dolog. Azt gondolom, a közeljövőben, ugye itt a MotoGP pálya kapcsán is elhangzott, hogy számos olyan fejlesztés meg fog tudni valósulni. Ugye 65 milliárd MotoGP-s támogatásból egy rész az, ami körülbelül fele az, ami a pályára fog fordítódni, másik fele az egy tetemes összeg, ami szolgáltatásokra, infrastruktúra fejlesztésre, és talán tehát jó esélyünk van arra, hogy minél hamarabb egy pozitív döntést kapunk, és minél hamarabb el tudjuk kezdeni ezt a beruházást. Ez a beruházás azért is lenne jó, mert egy óriási fejlődést, fejlesztést biztosítana a fürdő számára, minden tekintetben igen, sokkal szebb, jobb és komfortosabb lenne. És főleg ebben a mostani helyzetben ez nagyon sokat jelentene, mert hogy azért márciustól megkezdve a koronavírus járvány miatt is, és annak függvényében ugye a bezárás miatt is azért nincs egyszerű helyzetben most a fürdő. Az eddigi nyári hónapok sem hoztak olyan időjárást, ami miatt ugye sokan kimennének a strandra. Hogy áll most a fürdő? Mennyire tud működni ezekben a napokban? Én azt gondolom, az elmúlt napokban van okunk a bizakodásra, sőt elmúlt hetekben, ugyanis az látszik, hogy amikor jó idő van, jelentős igény van a fürdőre. Szoros kapcsolatot tartunk mindig a fürdővezetőkkel, és igyekszünk információhoz jutni. Mindig azt a választ kapjuk, hogy sokan vannak, nincsen műszaki probléma. A napokban kezdődött el egy hidegvizes kútnak a fúrása, ami tulajdonképpen két célú, két oldalú. Azért került ez a kút fúrása megkezdésre, mert a tavalyi évben volt egy száraz időszak, és amikor korlátozni kellett a vízfogyasztást. Nem akartuk, hogy még egyszer ilyen forduljon elő Hajdúnánáson, ezért kettő hidegvizes kút fúrása lett betervezve, amiből az idei évben az egyiket meg tudjuk valósítani. Ez indult el, és hogy a fürdőhöz hogyan kapcsolódik ez, úgyhogy ha tehermentesíteni tud ez az új hidegvizes kút, az úgynevezett hármas számú fürdő területéhez kapcsolódó kutat, akkor az be tud segíteni a fürdő műszaki ellátásában is. És ez azért fontos, hogy azért tartottam fontosnak elmondani, hogy műszaki problémák sincsenek jelen pillanatban, amik akadályoznák a fürdőnek a működését. Úgyhogy bizakodóak vagyunk, bízunk a jó időben, még nagyon sokáig, és igyekszünk. A polgármester úr csendben és nyugodtan tűrte, hogy ott kellett ülni az elmúlt hosszú percekben, de jöjjön egy olyan téma, amiben azt gondolom, hogy ön a kompetens, és beszéltünk már erről, ugye ez a bölcsőde kialakítás az egykori Attila utcai óvodában, de nem is emiatt érdekes most ez a dolog, hanem amiatt, hogy a testületülésen, a legutóbbi testületülésen elhangzott polgármester úrtól egy fontos mondat, hogy igaz, hogy most ott egy bölcsődét alakítunk ki egy egykori óvodából, de ha jól alakulnak a számok, akkor megint szükség lehet a városnak azon a részén egy óvodára. Ez pedig mindenféleképpen kedvező, amikor valamit nem bezárni kell, hanem lehet, hogy újra nyitni. Hol tart ez a folyamat pontosan?
Igen, nagy tisztelettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Az előző alkalommal, amikor itt ültünk hármasban, három alpolgármester, ugye beszámoltam róla, hogy milyen fejlesztések vannak itt ezen a valamikori óvodának a épületén. Ezek gyakorlatilag a befejezéshez közelednek, elmondható, hogy gyakorlatilag majdnem teljesen kész van a elképzelt felújítás, ami jelenti azt, hogy szeptember 1-től megnyitja a kapuit, és azt a tájékoztatást kaptam, hogy a felvételek is megtörténtek, a bölcsődés gyerekeknek a felvétel is teljes házzal fog menni a bölcsőde. Ez mindenképpen úgy gondolom, hogy egy nagyon pozitív, és az elmúlt évtizedeknek látszik egyfajta trendfordulója. Ugye minden évben fogytunk, most pedig azért az látszik, hogy az elmúlt évben már egy osztálynyi gyerekkel több született, és az idei évben is eddig úgy néznek ki a számok, hogy akár ez meg tud ismétlődni, sőt, akár javulhatnak is ezek az adatok, amellett, hogy egyre többen kötnek házasságot is az országban is, így városunkban is. A kormányzatnak a családtámogató politikája láthatóan érezhető itt már a városunkban is, és ennek eredményeképpen, hogyha növekszik a bölcsődei férőhelyek iránt az igény, akkor értelemszerűen ez továbbiakban az óvodai helyeket is indukálni fogja, hogy bővüljenek az óvodai helyek. Így arról tudok beszámolni a kedves nézőknek, és ott a térség, a körzet lakóinak, hogy jók az információk, ténylegesen terve van véve egy három csoportos óvodának az építése, amelyről előrehaladott egyeztetések folynak, ami azt jelenti, hogy néhány éven belül ez meg tud valósulni, hogy bizakodóak lehetünk benne, hogy amire itt a bölcsődések esetleg már nem bölcsődések lesznek, nem kell olyan messze menniük, csak egy néhány méterrel arrébb, és meg fog nyílni az az óvoda, amely láthatóan meg fog telni ifjúsággal, úgy általában is elmondható a városban, és ennek a városrésznek is egyre több fiatal, illetve ugye ott található fecskeházak okán is ugye hozzájuk is közelebb esne, hogyha oda tudnák vinni úgy bölcsődébe, mint óvodába a gyereküket. És hogyha ezt végigkísérjük, azért látszik az is, hogy a köznevelés más szinterein is nagyon pozitív fordulatok vannak, így a gimnáziumnál is egy osztállyal indul több, mint az elmúlt években. Ez is igazolja azt a fajta elképzelést, amit annak idején a református egyházzal közösen megfogalmazott a város vezetése, hogy szükség van átalakításra, szükség van arra a fajta új gondolkodásra, amit sikerült a gimnázium esetében bevezetni. Ennek kiváló eredménye a plusz egy osztály, amely már olyan problémát indukált is, ezt csak időzőjelben mondom, mert ez örömteli, hogy ilyen problémákkal kell foglalkozni, hogy kinőtték a régi épület kereteit, így a szakképzési centrummal egyeztetve, illetve a Csiha szakgimnáziummal egyeztetve sor került arra, hogy termek kerülnek közös hasznosításra, mert nem fognak elférni. Ez mindenképpen pozitív dolog. És itt a pozitív dolog között azt is el kell mondani, hogy az elmúlt években a Debrecen Egyetem, illetve a gimnázium, illetve a város együttműködésének eredményeképpen sok pozitív előrelépés történt. Így a gimnáziumban is azon túl, hogy gyarapodott a létszám, ugye a Debreceni Egyetem partner gimnáziuma partneriskolája lett, ami mindenképpen egy megtiszteltető cím, kölcsönösen pozitív mindkét intézmény számára, és emellett nyelvvizsga központ lett a Dexam nyelvvizsga központ, akreditált nyelvvizsga központ, amely megint csak egy olyan pozitív előre mutató lépése a gimnáziumnak, illetve a városnak, amiről azért meg kell, hogy álljunk is néhány gondolatot ejtsünk, és hogy ne álljanak meg itt a gondolatok, és a gimnáziumnál ne álljunk meg. Elkezdődött egy nagyon komoly egyeztetés a Debreceni Egyetemmel, azzal kapcsolatban, hogy létrejönne egy közösségi főiskola városunkban. Ezzel kapcsolatban gyakorlatilag az elkövetkező hetekben már olyan előrelépésről fogunk tudni reményeim szerint beszámolni, hogy annak az időpontját is meg tudjuk mondani, hogy mikor nyitja meg a kapuit. Ezt a közösségi főiskolát mindenképpen abba az irányba szervetnénk, tervezzük elindítani, hogy az itt felmerülő igényeket úgy a gazdaság, úgy az agrárium, illetve turizmus vendéglátás területén tudja segíteni a városban lakókat, városban élőket, illetve fel tudjuk készíteni Hajdunánás városát, akár nem csak a városról, hanem a járásról, illetve a tágabb régióról beszélve, hogy tudja fogadni azt az új helyzetet, ami előtt állunk. Ugye nincs már az olyan messze az a 2023-as évszám, amikor tervek szerint az első futam megrendezésre kerül, és ugye magán a versenypályán nem csak ez az egy futam lesz, hanem értelemszerűen az év nagyobb részében itt rendezvények, programok lesznek, amely újabb kihívások elé fogja állítani a várost, és erre már időben föl kell készülni. Ebbe a programsorba kell, hogy majd beleférjen a Csihának a fejlesztése, korszerűsítése és olyan pályára állítása, ami látszik, hogy a gimnázium esetében kiváló eredményeket mutatott, én bízok benne, hogy a Csiha esetében is ugyanezt meg tudjuk ismételni.
Az oktatás után most egy picit visszakanyarodnék még a fejlesztésekre és a város szépítésére egy fél mondat erejéig, mert a Ligetet ne kerüljük ki. Azért ne kerüljük ki a Ligetet, mert én azt gondolom, hogy ha valaki mondjuk 20 évvel ezelőtt járt ebbe a városba, meg a Liget környékén, és most látja először, hogy milyen állapotban van, talán azt sem tudja, hogy a város melyik részén és mely pontján van. Ez mindenféleképpen egy kedvező kép. Hol tart most az egész Liget projekt? Befejeződött-e, vagy lehet-e még folytatás? Mert nyilván az ember szétnéz, az ötletek még mindig vannak. Én azt gondolom, hogy alapvetően most kezd igazából felértékelődni majd a Ligetnek az a méltatlan szerepe és múltja, ami volt jellemző az elmúlt években. Folyamatában van rengeteg fejlesztési terv és fejlesztési projekt íródott a Ligetre, aminek egy része már megvalósult, még folyamatban van, és a jövőben meg fog valósulni. Jelen pillanatban azt gondolom, hogy már van egy olyan hozadéka, ami egy alternatívaként tud szolgálni közösségi zöld felületként a város lakosságának, és kiemelném itt újra a zöldváros projektet, ugye ott az ott lakóknak is igyekeztünk abban gondolkodni, hogy milyen lehetőséget tudunk biztosítani, hogyha ott azt a jelen pillanatban nem tudják használni azt a belső teret, de legyen egy olyan lehetőségük, nincs túl messze a Liget, elérhető, és azt gondolom, hogy egy jó program tud lenni minden család számára. Jelen pillanatban túl vagyunk egy biciklis ugratópálya, egy úgynevezett pumpapálya megvalósításán, amit már birtokba is tudtak venni a fiatalok. Ugye az két pálya továbbra is rendelkezésre áll. Ami újdonság, hogy 10 főzőhely és 10 filagória került már elhelyezésre. Játszótéri elemek kezdődtek el, játszótéri elemek telepítése kezdődött el, és ez a napokban zajlik, és be fog tudni fejeződni, illetve nagyon fontos megemlíteni, hogy volt egy komplex kullancsírtás ott, tehát biztonságosan tudják használni az odaérkezők. A jövőben pedig, közeljövőben pedig van ott egy szociális épület, ami meg fog újulni, egy felújításon fog részt venni, aminek a célja az, hogy ott egy közösségi mosdó és illemhely kerüljön kialakításra, hogy valóban egy használható közösségi teret tudjunk ott létrehozni. Nekem egy fontos kiegészítés, ami egy apróság, de akik itt voltunk ugye gyerekek, és megfordultunk abban az időszakban, amikor mondjuk egy más állapotában volt a Liget, mondjuk most nehéz megfogalmazni, hogy rosszabb vagy jobb állapotok voltak. Hát itt volt egy köztes állapot, ami még annál is rosszabb volt. Igen, talán ez a helyes. Az még talán jobb volt ennél közelítés, a köztes állapotnál. És található ott egy mozdony, mihez szerintem többeknek kellemes emlékei fűződnek. Ezzel a mozdonnyal kapcsolatban csak egy kis színes apróság. A Veresegyházi Vasúttörténeti Emlékpark keresett meg, konkrétan engemet, valahogy én voltam szimpatikus nekik a város vezetéséből, meg valószínűleg összerakták, hogy történészként esetleg érdekelhet is a téma. Összetalálkozott maga a történészkedés, illetve maga az, hogy mivel lehetne színesebbé és jobbá tenni a Ligetet, és ez a Vasúttörténeti Emlékparknak a kollégája, aki megkeresett, azzal a javaslattal állt elő, hogy az ott található mozdony, roncs, váz, nem tudom, mi a jó kifejezés rá, ugye ez nagyjából, aki járt mostanában arra, azt tudja, hogy ez a kerekeit jelent, és konkrétan a vázat már nincs felépítmény, nincs benne semmiféle beltartalom. Ez egy olyan darab lenne, ami felkeltette az érdeklődését a Vasúttörténeti Emlékparknak, és most a napokban fog ideérkezni egy küldöttség, akik megvizsgálják, és lehet, hogy egy cserében tudnánk gondolkodni, mégpedig abban, hogy adnának egy olyan mozdonyt, amelyiknek van felépítménye, ezt viszont elszállítanák, és ezt restaurálnák, és újra üzemképessé tennék, ugyanis ebből az alváz szerkezetből, ebből a mozdonyból, ebből a bánya mozdonyból összesen 100 darabot gyártottak le, és eddigiek alapján úgy tudták, hogy csak 3 létezik már ebből a 100-ból, és kiderült, hogy van egy negyedik, talán egy fél, vagy még félnek sem nevezhető. Úgyhogy ebben most vannak remények, hogy ez lehet, hogy méltó helyére kerül abban a tekintetben, hogy ez felújításra kerül, vagy legalábbis restaurálják bizonyos részeit, de cserébe viszont kapunk egy olyan kis mozdonyt, amit a gyerekek legnagyobb örömére a birtokukba vehetnek, és tudnak rajta majd játszani. Úgyhogy ez egy nagy bizodalom az elkövetkező időszakra nézve is. A közeljövő ezt majd eldönti, mint ahogy a közeljövőben nagyon sok mindent láthatunk majd a sokat emlegetett MotoGP pályával kapcsolatban, és ha jól tudom, a polgármester úrnak vannak friss információ is, de hagyj indítsam el ezt a történetet onnan, hogy a legutóbbi testületülésen
Annak ellenére, hogy mind a két oldal azt mondta, hogy igen, támogatjuk, menjen, haladjon, és a mi részünkről mindent biztosítunk az államnak, amit csak kérnek tőlünk, mert ugye egy állami beruházás, tehát ez mindenképpen megvalósul, de a városnak nagyon sokat jelenthet. Ennek ellenére mégiscsak kibontakozott egy parázsvita, hogy most akkor tulajdonképpen ki hogyan áll ehhez a kérdéshez, illetve mellette, és most azért fordulok Török István alpolgármester úrhoz, felvetődött egy olyan gondolat is, hogy hát a lakosságot is meg kellene kérdezni, vagy talán tájékoztató fórumokat kellene tartani. Na, tulajdonképpen miért is volt ez a vita ezen a testületülésen? Azért volt vita, mert ez tényleg egy nagyon komoly beruházás. És ugye egyenlőre csak azt a szép oldalát, azt a fejlesztő lehetőségeket mutattuk be, megmutatjuk meg, ugye elég nagy dínom-dánommal belett vezetve ez a dolog, és én az a típusú önkormányzati képviselő vagyok, aki úgy érzem, hogy az egyszerű emberekkel együtt élve azokat se szabad hülyének nézni, azokat is meg kell mondani, hogy milyen változtatásokat hoz ez. És azt kell látni, hogy én kivált, aki mindig azt mondtam a vállalkozói rétegnek, mivel elég régóta képviselem már ugye a kereskedelmi parkamarán keresztül őket, hogy mindig alakulni kell a kialakult körülményekhez. És itt egy mondatot csak visszatérve a fürdőbe, hogy ott is én azt képviselem, hogy nem csak a jelenre kell építkezni, hanem látni kell a jövőt, meg kell próbálni elképzelni a jövőt, meg a következmények, hogy mit hoznak, és ahhoz is már meg kell teremteni az alapokat. Na most itt is, MotoGP-vel kapcsolatban. Én nagyon örülök, hogy ez itt alak épül meg Hajdonánáson, mert hogy Hajdú-Bihar megyében valósult meg, az már szinte tény, látszott azért, akik itt-ott beleláttak dolgokba, mert volt ez a Dunántúlon, Nyíregyházán is elindult, milliókat költöttek rá, abban maradt, leült. Ez most azért úgy érzem, mivel 2021-ben 20 milliárd kormány közé beruházási pénz is rá van fordítva, itt már megvalósul. És én azt mondom, hogy az, hogy most Hajdú-Nánáson, vagy Hajdú-Nánástól 5-6 kilométerre valósul meg, igazán jelentősége a város kihatására nincs. De a város hírnevét, a város megismerését, adóbevételt, iparűzési adóra gondolok, persze, ha véletlenül valami államközi beruházás ez el nem viszik, de akkor is egy dinamikus fejlődést hoz, és olyat, amit másképp nem kapunk meg. Lásd, például TVK, pár kilométerrel arrébb van, és ott ugye a TVK kasszírozza be a hasznait, nem Hajdú-Nánás. Mert annó azt mondták, hogy a Tiszán túl kell, nem Tiszán erről, tehát nem Hajdú-Bihar. Visszatérve a lényegre. Tehát én azt mondtam, hogy igenis szükség van rá, kell, mert ebből a testpet, csendes, visszafejlődő városból, és én bírálhatnak ezért engem. De tényekkel be lehet bizonyítani, egy órát rászánnánk, hogy mik ezt mutatják. Csökken a lakosság, nem akarom tovább mondani. Ez egy megváltoztatta ezt a kedves kis nyugvó mezőgazdasági városi életet. Ez egy nyüzsgő, pesgő, pörgő várossá fejleszti a városunkat. Ehhez alkalmazkodni kell. És én azt mondtam, hogy erre már most nekünk, képviselő testületnek, fel kell készülni arra, hogy hogyan fogadja a város, miket kell itt megvalósítani, és fel kell készíteni a lakosokat rá, hogy mire számítsanak. Mert ennek rengeteg olyan következménye lesz, ami nem fog mindenkinek tetszeni. De az, hogy a város fejlődjön, és előrébb lépjünk, lakossága ne csökkenjen, ahhoz kellenek ezek a olyan beruházók, amik világszínvonalú fejlesztéseket, fejlődéseket hoznak ide. És kihatása ennek például a fürdőre, ha most gondolkodunk, meggyőződésem, hogy ha ez megépül a MotoGP, egy 5 éven belül egy 8-15 milliárdos beruházás elképzelhető a fürdőbe. De ehhez fel kell készülni, mert azt is tény, és mindenkinek látni kell, hogy mi ennyi állami beruházást nem fogunk kapni, az biztos. Ott meg kell teremteni azokat a feltételeket,
hogy igenis a fürdőt megtartjuk a városnak, és azt még félig sem engedjük be a magántőkének, és mindegy, hogy ki ott a tulajdonos, nem az számít. Az számít, hogy hogy engedtük be a városba. És ott ki kell alakítani azt a környezetet, ahol azt mondjuk, hogy igenis ez a város a miénk, a jelenbe, a jövőbe, és ide csak olyan beruházásokat engedünk, ahol ott a város dönt és határoz meg dolgokat. És legyen egy olyan terület, világos, ahol jöhetnek a magánbefektetők, ahol lehet fejleszteni, mert az is kell hozzá, mert hogy ezt állami pénzből nem tudjuk megoldani, az is biztos. Tehát visszatérve a motor GPS, tehát lesztenek egy csomó. Na most, amik engem bántanak, azok, hogy ugye most is el lett a küldve a miniszter úr felé, hogy mit tervez a város. Ebbe is már összefogásként közösen kellett volna koncepciót kialakítanunk, letenni a miniszter felé, hogy kérem, ezeket meg ezeket szeretnénk. És itt mik azok? Azok, hogy ott a Görbeházi út. Biztos benne van, én nem tudom, de mondjuk jó lenne tudni, ha már nem is még lakossági szinten, de mint képviselő szinten kivett egy ilyen arányú testületi döntésbe. Hogy na mi az? Mert biztos vagyok benne, hogy én is, mi oldal is, más is, érdemes embereket megkérdezve hozzá tudunk tenni. És például Görbeházi utat felújítani, a fürdőhez vezető utat hogyan megcsinálni, az erkelődlő utat hogyan kellene megoldani. Ehhez hasonló. Tehát most nem tudom, mi van benne, de azért ez az embernek fáj egy kicsit, hogy azért ezekről nem kap. Én erről a MotoGP-ről többet tudok a barátaimtól, a tervről, akik megtervezték, mint önkormányzati szinten, mint alpolgármester. Jó, nem csüngök ott, mint egy kullancs, amihez tudok hozzájutok, amiről tájékoztatnak, de meggyőződésem, hogy ez egy olyan beruházás, és a város életében egy olyan változást hozó, amit csak közösen, összefogva tudunk igazán pozitívan kihasználni, és tudjuk az eredményeit is profitálni. Tehát az eredményeiből is tudunk profitálni. Nos, nézzük, mit gondol erről a másik oldal, mert hát itt azért fontos dolgok elhangoztak a polgármester úrtól, és ugye az egyik kérdés, hogy felkészíteni a várost és a lakosság tájékoztatása. Igen, hogyha szóba került a vita, hogy mi is volt tulajdonképpen az elmúlt testületi ülésen, én nagyon vitáról nem beszélnék igazából, mert most is van... Ott, bocsánat, hogy közbeszólok. Szóval, amit, ha lehet személyes megjegyzés, én sem nagyon értettem. Igen. Itt a vita alkalmával, amikor a két képviselőcsoport vezetője itt volt, akkor sem nagyon értettem. Ez ugye Nagyné Juhász Krisztinának a fölvetés, hogy suttogó propaganda. Na most, hogyha az ember figyelemmel kíséri a közösségi felületeket, ahol megjelennek bejegyzések, és én magam is ezt teszem, hogy azért lássam, hogy mit gondolnak a városlakók, vagy mi zajlik, tulajdonképpen egyszerű emberek egyszerű kérdéseket tesznek föl, vagy összetettebb kérdéseket tesznek föl, mert hogy vannak bennük kérdések. És talán erről volt vita, hogy Nagyné Juhász Krisztina azt mondta, hogy suttogó propaganda, a másik oldalon meg talán ezek a kérdések vetődtek föl. És nem tudom, szerintem ez a kettő nem találkozik össze, de hol tudnánk akkor összekötni a szálakat? Igen, szerintem pedig nagyon egyszerű, mert hiába mondják azt, hogy nem, létezik ez a suttogó propaganda. De nem is kell messzire menni, én példát is tudtam ráhozni. Az Összefogás képviselőcsoport Facebook oldalán jelentek meg, például a MotoGP kapcsán is olyan hírek, hogy pénznyelő lesz, hogy nagyon jól jár belőle valaki. Na de hát ezek az egyszerű emberek kérdései, és talán ezekre kellene válaszokat adni, hogy alpolgármester is mondta. Ezt meg is nem tettük. Ez nem biztos, hogy suttogó propaganda, lehet, hogy most mondok egy nevet, Gipsz Jakabnak van egy ilyen kérdése vagy vélemény. Az azért egy propaganda, hogyha valaki késztényként odarakja ezt egy közösségi oldalára, és nekem ez volt, ami fájó pont. És pontosan ezért kértem ott a testületi ülésen is, hogy igen, egyetértek azzal, gondolkodjunk közösen, mert erre fel kell készíteni a várost, fel kell készülnie a városnak, mert ilyen lehetősége még egyszer nem lesz. De gondoljunk bele abba, hogy mit hoz ez a városnak. Itt tudnak maradni a fiataljaink, együtt tudnak élni a generációk, munkahelyeket teremtünk, emelkedni fog a bérszínvonal, az adó bevételeink tudnak emelkedni úgy, hogy egyébként az itteni vállalkozásoknak tudnánk csökkenteni az adó terheit, ami egy távlati célunk.
El kell gondolkozni azon szerintem mélyebben, hogy kik azok itt ebbe a városba, akiknek ez nem érdeke, és én nagyon sajnálom azt, hogy ezek folyamatosan megjelennek, és hogy én ezt mindig mondom, hogy a városban érzek egy ilyet, hogy van egy ilyen ellenoldali vélemény állandóan, ami nem baj, hogyha megfogalmaznak kritikákat, csak a minősége a kérdéses nekem, és az egyébként, hogy elindul egy olyan valótlan dolog, aminek nulla igazságtartalma van, és annyira ott van a köztudatban, hogy el kell gondolkozni azon, hogy akkor ez honnan jön. Itt van a fürdőfejlesztés kapcsán, folyamatosan hallom nap, mint nap, hogy eladtuk a fürdőt, vagy elkívánjuk adni. Hát igenis, Mészáros Lőrinc vásárolta meg hasonló dolgok, de biztos, hogy ezért a másik oldal a felelős. Tehát, mert számomra ez a kérdés ebben az egészben, hogy ha már ugye fölvetődött ez a suttogó propaganda, hogy én úgy látom, hogy a város egyszerű embereinek vannak kérdései, amiket odaír. És vannak olyanok, akikről tudjuk, hogy soha semmi nem jó, és ő úgyis azt fogja odaírni, hogy minden rossz és minden csúnya. De biztos, hogy erről a másik oldal tehet? Szerintem ez ki fog derülni hamarosan, hogy ki tehet róla. Én nem akarok senkit sem gyanúsítgatni. A tény az, hogy vannak ezek a hangok. Szerintem egyértelműen látszik, hogy ki az, aki a város fejlődéséért dolgozik. Mi letettük azt a koncepciót, ami ahhoz kell, hogy a város fel tudjon készülni erre a MotoGP pályára, és én kértem azt, hogyha valóban közösen akarnak velünk gondolkodni, sőt, az elmúlt napokban kapott minden képviselő egy levelet, ahol fel voltak sorolva ezek a fejlesztési célok a közeljövőben, mint amiket felsoroltam az előbb, hogy munkahelyteremtés, maradjanak itt a fiatalok, éljenek együtt a családok, legyen egy zöld város, tegyünk ezért közösen, hogy tegyék meg írásban azokat a fejlesztési javaslatokat, amiket eddig nem sok képviselőtől láttam, és akkor tudunk arról beszélni, hogy most már közösen gondolkodunk. És én ezt szeretném elérni, és erre is kértem az elmúlt testületi ülésen, hogyha majd nem azt látom az összefogás Facebook oldalán, hogy pénznyelő van, hanem látom azokat a javaslatokat, akkor én ezt meg fogom köszönni. De azt nem az összefogás írja oda, apolgármester, azt mondja, nekem nem tisztem senkit megvédeni. Pillanat, apolgármester úr, csak hogy tényleg, tehát hogy... És talán itt jön be a város lakosságának a tájékoztatása, hogy ezeket a hangokat kell elcsitítani, vagy válaszokat adni a kérdésre. De most az én Facebook profilom alatt megjelenő bejegyzéseket nem én írom oda. Akkor válaszoljon rá az összefogás képviselőcsoport. Mint ahogy az önök Facebook profilján odaíró embereknek a dolgait sem önök írják oda, hanem XYKZ. De hogyha szerkesztő is ennyire követi a Facebookot, akkor is látszik az, hogy milyen hang, vagy ki az, aki egyáltalán próbál ezekre reagálni és a pozitív oldalt feltüntetni, vagy egyáltalán válaszokat adni rá. Szerintem egyértelmű a dolog, de majd a jövőbe fogja ezt bizonyítani egyébként, biztos vagyok benne. Alpolgármester úr? Csak két gondolatot szeretnék elmondani. Az a gond, probléma, hogy valahogy a képviselőtestületbe a jelenlegi döntés helyzetbe levő, mivel a polgármester úr azért felelős a döntésekért, meg minden van, annak ellenére, hogy mi polgármestert sem indítottunk, és 6-5 arányba győzött a csapat a városba, és a város érdekeit is képviseljük. De a felelősség a döntésében. Én azt szeretném letisztázni, hogy az összefogás Hajdúnánásért válasszuk már külön a nagy politikától, válasszuk külön a politikusoktól, mert ugyan az összefogás Hajdúnánásban a Fideszen kívül szinte minden politikai formáció megtalálható, de mi nem országos politikát képviselünk, a nevünkből még az ellenzéki szót is kihagytuk, hisz nem tagadom én, hogy nagy közöm és felelősségem van abba, hogy ez létrejött, és én üdülhetnék a Balatonon meg össze-vissza, azt nem ilyen közmunkás problémákkal, ami sosem oldódik meg, vagy zöldváros projekt beruházással, hanem rekényesebb tölteném az időmet. Pont azért, hogy próbáljunk ebbe a városba valami okost, értelmest összefogva csinálni. De akkor legalább a látszatját lássuk már annak,
hogy ne mossanak bennünket össze, ezt én kérem, Török István, és az összefogás nevébe ismerem mondani, a nagy politikán, hogy mit éle majd az X politika formáció, Z politikai formáció, mik jönnek. Nekem is van egy fél tasakkal itten, ilyen vastag, meg tudom mondani, mutatni meg mindent, de még szót se formálok belőle, mert az egy országos politika, ami megyen, az engem nem érdekel, engem a város érdekel. És a városban meg a látszatot kellene megadni, hogy itt tényleg ti összefogás, figyelembe veszünk benneteket, mert a város lakosságának egy kicsivel még több azért titeket támogatott, és akkor, mikor van, hogy bejelentjük a MotoGP-t, hát akkor most illő, ne engemet, hívják meg a frakcióvezető asszonyt, vagy bárkit, de egy ember, amikor bejelentésbe történt, akkor azért illő volna ott lenni. Most az, hogy figyelembe vette, vagy kikérték a véleményünk, vagy kikérik a véleményünket, vagy ezzel kapcsolatban úgy tájékoztatnak, ahogy ezt a nem minket, hanem a lakosságnak azt az 50%-át tiszteljük meg, és annak azoknak, azok a véleményekkel én nem tudok foglalkozni. Sőt, a polgármester úr ott is volt? De nem erről van szó. A tévében utána be lett jelentve az a bizonyos öt fő, vagy mennyi, hogy na itt a MotoGP mi van, hogy van. Ja, az utána követő sajtótájékoztató. Na a médiában, itt a Nánási médiában. Meg most nem akarok kitérni, mert ez nem az a fórum, csak én azt az egyet kérném, hogy próbáljuk már egymást a város érdekébe partnerként tekinteni. És tegyük félre azt, hogy most egy-egy politikai formáció, aki támogatott bennünket, vagy a mi képviselőnket támogatja. Mi most is független önkormányzati képviselőt indítunk, bízva abba, hogy megmarad ez a formáció. Pontosan. És azt szeretném, hogy minket ítéljenek meg. Mert hogyha egyetlen egy beruházást tud mondani a polgári oldal, amit nem támogattunk, én, mint vállalkozó, én mindig az a típusú vállalkozó voltam, hogy a kis egyszerű vállalkozásból ott tartok, ahol tartok, nagy pályázatok nélkül, különböző csókosok bevonása nélkül, maga a vállalkozás formájából hoztuk oda. Én a várost is azt szeretném, hogy felejtsük el azokat, azt dolgozzunk össze, dögjük össze a kis meglévő gondolatainkat. Nem biztos, hogy én mindig jót mondok, de ha azt megvitatjuk, és elvitatkozunk rajta, előre lépünk. Én igyekszek soha ilyen nagyobb politikai meg dolgokból nem belemenni, mert én azt mondom, hogy a városunkról van szó, akik tényleg itt laktak, törzsgyökeres nánásiak, vagy ide költöztek. Én ugyanúgy tisztelem azokat is, mert itt akar utána megélni a családjával. Itt tegyünk egy kicsit egy rendet, hogy Hajdú-Bihar megye az országban, mint megye, ugye a harmadik. Ha most is olyan pénzeket, milliárdokat kapott Böszörmény, milliárdokat kap ez a régió, ugye lassan arról beszélünk, hogy 2050-ben második főváros leszünk meg minden, és tényleg most Debrecen, Hajdú-Bihar egy olyan fejlődési lehetőség előtt áll, hogy ebből megkék hajdunánásnak is fogni, amit csak lehet, és ne az legyen, hogy míg a megye harmadik az országba, mi meg Hajdú-Biharon megyén a végén kullongunk a megyei városok közt. Hát próbáljunk már fellendülni, mert mi volt itt? Mindig az izzóra hivatkoztunk, minden polgármester szinte, hogy ott lesz majd munkahely, meg ez az. Tudtuk, hogy sose lesz, akik benne voltunk, mint vállalkozók, mert olyan a környezetszennyezés. Na de én valahogy ezt is elnézés, hogy sokat beszéltem. Tehát ne mossanak már össze bennünket, és a rosszat, amik vannak, azt írják oda-vissza, védjék meg. Én nem fogok ebbe beleszólni, de én a várost szeretném képviselni, és a csapatot is ebbe az irányba igyekszem formálni, és ebben jó a csapat. Visszakanyarodva a MotoGP pályához, ugye úgy vezettem föl, hogy alpolgármester úrnak vannak friss információi, azt is mondjuk el, meg egész nyugodtan reagáljon is az itt elhangzottakra. Jó, mindegyiket természetszerűleg. Úgy látszik, közelik a választás, mert egyre inkább ilyen kampányízű kezd ez lenni ez a beszélgetés. Az eddigi megszokottakhoz képest ez egészen... Ez a műsor erről szól, ütközzel, eltereltük abba az irányba, és én azért eddig szerintem törekedtem arra, hogy lehetőség szerint, mint alpolgármester,
üljek itt, és nem mint mondjuk Fidesz városi alelnök, vagy a Fidesz színeibe önkormányzat képviselő mandátumot szerzett képviselő, de most valószínűleg kénytelen leszek ezt a sapkát is felvenni, mert mégiscsak megszólítottunk. Én amit itt hozzá szeretnék fűzni, ezt már többször is hallottuk a polgármester úrtól, hogy kimaradtak a sajtótájékoztatóból. Az a sajtótájékoztató, az a Fidesz hajdonállási csoportjának volt a sajtótájékoztatója, amelyen Tiba István országgyűlési képviselő vett részt, azaz nem nagyon látnánk, vagy lehetne persze, de mondjuk egy Fidesz csoport sajtótájékoztatóján a másik oldalnak a vezetőjeit nem nagyon szokták meghívni. Engemet se szoktak meghívni oda, én szívesen elmegyek, hogyha arról van szó, ezen nem újon. Úgyhogy én ezt ezzel zárnám rövidre, hogy itt a kettőt ne kavarjuk össze, nem alpolgármesterként ültünk ott meg polgármesterként, hanem a polgári összefogás képviselőcsoportnak a tagjai, illetve a hajdonási Fidesz csoportnak a képviseletében. És az vitathatatlan, hogy volt egy nem kis öröm az arcunkra írva, mert azért ezen sokat dolgoztak, hogy ez a bejelentés megtörténjen, és ebben azért szerintem nincs vita, hogy ennek az eredménynek az elérésében a polgári összefogásnak van maradandó, elévülhetetlen érdeme, reméljük, hogy majd az utókor is így fog ránk emlékezni, akik azért ezért tettünk valamit, most nem részletezem, hogy mit és hol, de azért kellett ezért menni és dolgozni rajta, hogy Hajdunánás egy lehetőséget kapjon, és én a lehetőségre hívnám fel a figyelmet. A lehetőség úgy gondolom felülír mindent, a politikai árukását is, meg hogy most országos politikát hogy hozzuk ide, vagy hogy nem hozzuk ide. Azt a lehetőséget hozza meg a város számára, amelyre meglehetősen régen vár a város. Gyakorlatilag évtizedek óta vártunk arra lehetőségre, hogy ki tudjunk törni abból a szürkeségből, amit alpolgármester úr is jelzett. Gyakorlatilag, hogyha valaki az elmúlt évtizedeknek a demográfiai viszonyait, a gazdasági viszonyait látja, akkor azt látja, hogy egy csendesen, de hátráló város Hajdunánás, legalábbis ezt a képet mutatja, úgy lélekszámban, mint fejlődési potenciában, ezek sajnos tények, mindig egyre kevesebben lettünk az elmúlt évtizedekben, és most az elmúlt időszakban, az elmúlt pár évben látszik, hogy ez talán elkezdett lassulni, és talán most meg is tudjuk fordítani. Ebbe tényleg nagyon ügyesen kell, hogy eljárjunk, és itt pedig ahhoz szeretnék kapcsolódni, vagy arra szeretnék reagálni, hogy mik az elképzelések. A polgármester asszony az előbbiekben felvázolta, hogy mik azok a területek, amiben várjuk a javaslatokat, hogy együtt tudjunk működni. Ugyanis a jövő most kezdődik, szó szerint most kezdődik, azaz azok a fajta fejlesztések, amelyek meg tudnak valósulni a városban, azok most fognak elindulni, de még az elindulás előtt ugye van egyfajta előkészítés ennek, és még csak az előkészítés fázisában vagyunk, ami azt jelenti, hogy például a fürdőfejlesztésről már tettünk jelzést a ITM számára, Palkovics miniszter úr részére, viszont ezekről még konkrétumokban nem tárgyaltunk, mert még most jön annak az ideje, hogy előkészítsük az anyagokat. Mik lehetnek ezek a fejlesztések, a polgármester úr, mert amire én nagyon kíváncsi vagyok, és erre polgármester úr is utalt egy interjúban, és talán itt a stúdió beszélgetésben is, hogy mielőtt a sajtótájékoztató megtörtént volna, ahol bejelentették, hogy igen, Hajdunánás mellett valósul meg a MotoGP pálya. Palkovics miniszter úrra volt egy közös megbeszélés, ahol polgármester úr talán úgy fogalmazott, hogy elmondtuk a mi igényeinket, vagy mi mit szeretnénk, vagy hogy szeretnénk kibontani ezt a történetet, de valahol aztán ebben a homályban benne maradt a dolog. Tudunk valami konkrétumot mondani, hogy akkor hogyan tud a város kapcsolódni ehhez? Hogy tudunk most kicsit csúnyán fogalmazva rákaszkodni erre a történetre, és a magunk hasznát is lehúzni ebből az egészből? Igen, természetesen. Ugye miniszter úr egy ilyen szűk körül megbeszélésen fogadott minket. Itt is ért minket kritika, hogy hányan és miért voltunk ott, akik voltunk. Én jó magam részt vettem ezen a megbeszélésen, több okból kifolyólag is. Egy, hogy alpolgármesterben vagyok. A másik ok, ami ugyanilyen nyomósok, az, hogy a Debreceni Egyetem képviselő is, konkrétan a rektor és a kancellár is részt vett ezen az egyeztetésen. Abból az egyszerű okból kifolyólag, hogy ezek a fejlesztések, ez a nagyívű fejlődésnek része, de mondhatjuk motorja lesz a Debreceni Egyetem. Ugye a MotoGP pályára úgy tekintenek, mint a elkövetkező időszakban a fejlesztési bázisukra a Debreceni Egyetem műszaki kar esetében, illetve Hajdunánás esetében is több olyan fejlesztés van, amiről még most egy részéről nem tudunk beszélni, mert még nincs elég információink, de azt szeretném jelezni, hogy az elkövetkező hetekben nagy bejelentések várhatóak. Az elkövetkező 3-4 hétben olyan bejelentéseket teszünk, amelyek megint csak a város előre mozdítását és abból a idézett szürkeségből való kimozdítását fogja szolgálni. Ez egy rövid egyeztetés volt, nagyságrendileg egy 35 percünk volt arra, hogy
beszéljünk lehetőségekről, fejlesztési irányokról, de maga az idő rövidsége sem tette azt lehetővé, hogy itt igazából részletekbe menjünk. Miniszter úr megfogalmazta azt, és ez szerintem egy nagyon találó mondat volt a részére, hogy Hajdúnállásnak fel kell nőni a feladathoz. És hogy tud felnőni a feladathoz? Azokat a fejlesztéseket, azokat az infrastruktúrát, illetve munkahelyteremtési beruházásokat kell megvalósítani, amelyek a várost erre a szintre emelik, hogy el tudjuk látni, ki tudjuk szolgálni majd ezt az óriási lehetőséget, ami, és itt a lehetőséget megint aláhúznám, azaz itt érintettük azt, hogy fürdőfejlesztés, konkrétumok nem hangoztak el, csak fürdőfejlesztés. A fürdőfejlesztésnek természetesen része a turisztikai fejlesztések, amely jelenthet majd szállodát és mindenféle olyan idegenforgalmi vonzó látványosságot, attrakciót, amit a városnak a ilyen tekintetben a kapacitását, vagy az ilyen jellegű kapacitását tudja növelni. Emellett természetesen jelenti azt, hogy infrastruktúrálisan is fel kell nőni a városnak, és itt a térségnek, itt azért ezt kibontanám, hogy a térségnek is. A térség jelenti azt, hogy az a hőn áhított lehajtó, amely összekötni az M35-öst az M3-assal, mert ugye most mi itt vagyunk ebben a háromszögben, de hogyha valaki át akarna menni, az nem olyan egyszerű, vissza kell menni polgárot, kanyarogni, és akkor lehet visszajönni. No, ez az átkötés, ez meg fog történni, ez is részét képezi ennek az infrastruktúrális felújításnak. Értelemszerűen itt is csak nagy vonalakban esett róla szó, hogy a város közútjait olyan színvonalra, olyan állapotba kell hozni, hogy ez ne ijesztő, hanem tényleg vonzó legyen az ide látogató turisták számára. Ez jelenti azt, hogy a városban található közúthálózatnak is olyan állapotúnak kell lenni, hogy a turistáknak ne az maradjon meg az emlékeibe, hogy hány kátyút tudott megszámolni a körúton, mert ugyan a Magyar Közút ZRT igyekez mindent megtenni, de mikor kátyút kátyúra és foltot foltra halmaz, akkor már egy kicsit ilyen hullámvasút érzése van az embernek. Ez sajnálatosan így van, de ezek a fajta felújítások is részét kell, hogy képezzék ennek a csomagnak. Az a szűk egyeztetés, ami ott történt, nagyjából ennyiben ki is merült, hogy ezeket vázoljuk föl, és majd alkalomattán erről egyeztessünk. Ez az egyeztetés még nem történt meg, a közeljövőben várható, hogy miniszter úr fog bennünket fogadni. Eddig úgy néz ki, hogy engemet, illetve polgármester urat, illetve ezen az egyeztetésen továbbiakban is részt kíván venni a Debreceni Egyetem, mert az későbbiekben megvalósuló fejlesztések, amiről az elkövetkező időszakban majd bejelentéseket fogunk tenni, ezekben az egyetemnek, a városnak, illetve az kormányzatnak, itt jelen esetben az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak igencsak meghatározó szerepe lesz. No és az összefogás, az együtt gondolkodásnak az ideje pedig most fog eljönni, amikor majd ezeket az anyagokat be kell nyújtanunk, hát hogy ezt közösen csináljuk. Halva, amit mondott most a polgármester úr, tulajdonképpen a két dolgot most hirtelen össze is tudtam kötni, mert valahol török alpolgármester is tulajdonképpen ugyanerről beszélt. Én úgy gondolom, hogy a város lakói is összekötik. Aztán amit meg a hangulatkeltésről beszéltünk itt a polgármester asszonnyal, a Facebook huszárokat meg ki kell dobni ebből a történetből, én azt gondolom. És akkor itt valahol összetalálkoznak a dolgok. Nagyon-nagyon rohan az időnk. Egy mondatot. Parancsoljon a polgármester úr. Szeretnék reagálni azért, mert ugye a polgármester úr elmondta, hogy itt nem a MotoGP Rivolca, hanem a polgári összefogást tartott egy ilyen forró sajtótájékoztatót. Én elnézést kérek, ha ez így van, akkor viszont nekünk kell felébrednünk, és majd jelzem az összefogás hajdonálás csapatunknak, hogy nekünk is meg kell ezeket tenni ezeket. Mert mi ilyeneket nem tettünk. Pontosan azért nem tettünk ilyen összevontakat, hogy csak az összefogás, hogy hát úgy éreztük, hogy dolgozzunk. Tehát visszatérve a másik meg, nem csak a kész tények elé kell állítani egy másik felet, hanem közösen együtt gondolkodva, ezt a szót szeretném valahogy fejekbe rönt, hogy együtt gondolkodva, együtt dolgozva hozzuk, készítsük, alakítsuk, formáljuk mi is. Egy mondat, és tényleg befejezem. Mint a vállalkozó, és azért a megyébe meg sokfele megfordulok olyan körökbe, a befektetőknek, kivált a nyugati befektetőknek, mert ezt ismerjük el, hogy ez nem csak magyarországi befektetésekről szól, nyugatról, nem szereti, ha egy városba nem szeretik őt. Tehát nem fogadják szívesen, nem olyan a hangulat, azonnan inkább menekül. Ezt tudjuk magunk is, hogy nem szeretünk olyan társaságba menni, ahol nem igazán szeretnek. Tehát ezért is kérném én, és ez nem rossz indult, ebben semmi politika nincs. Az, hogy tényleg össze kellene fogni, és teremtsük meg a légkört. Azt a légkört, amit várható, hogy ez ki fog alakítani, mikor itt a Bocskai utcán nem egy héten egy motoros, két motoros, hanem
esténként 10 motoros megy. Hogy felkészítsük a várost, hogy ne legyen ebből gond probléma. Én bízom benne, hogy nem szólok többet. Következő hetek, amire alpolgármester úr is utalt, fontos bejelentéseket hoznak majd, föl tudjuk venni a szállat, és ezen fontos bejelentések mentén továbbra is tudunk majd ezzel a MotoGP-vel foglalkozni, de tényleg nagyon elszaladt az időmet. De abban nekünk is bele kellene vonni a fontos bejelentésekbe, hogy mit akar a város. Értem, a polgármester úr, csak megyünk gyorsan tovább, mert hogy már egy órája itt is. Egyetlen egy dolgot még szeretnék előhozni, és azt tényleg röviden zárjuk is le. Ez pedig, és most a polgármester asszonyra nézek, a népkonyhának az esete, ugye ez a 3000 adagnyi lehetőség, és ez fontos kihangsúlyozni, hogy ez egy lehetőség, amelyet a város segítségként tudna nyújtani a rászorulók számára. Itt én azt gondolom, hogy volt egy egyetértés a testületülésen, de aztán utána, mintha a város lakosságánál nem lett volna tiszta, hogy mi is lenne ez a történet, hiszen hát úgy tűnik, hogy a főtér, a lócák, a padok és a kocsmák után most az új közösségi tér, ami kibontakozik, ez ugye a Facebookot, egy nagy vita indult el, hogy na hát akkor most sikerről beszélünk, közben pedig egy 3000 adagos szociális rászorultság alapon zajló történet jön be a városba, hogy akkor most milyen irányba is van a város. Valahol alpolgármester asszony, én azt gondolom, tegyük tisztába ezt a történetet. Igen, én is sajnálom, hogy ilyen irányban ment el, mint amit szerkesztő úr is említett. És köszönöm is, hogy szóba hozta ezt a népkonyhás történetet. Nagyon jól megfogalmazta, ez a 3000 adag, ez egy lehetőség a népkonyhába, és kaptunk ezért is hideget, meleget, hogy szerintem a polgármester, te voltál az, aki megköszöntett Kocsis Áronnak, hogy összekötött minket ezzel a gondolkodással, és ez alapján keresett meg minket Debrecenből az a szervezet, aki ezzel foglalkozik. Tulajdonképpen arról szól az egész, hogy leegyszerűsítsem, hogy ők ajánlották fel azt, hogy egy magas számot határozzunk meg, mert hogy ez egy lehetőség, és az, hogy bővülni tudjunk egy esetleges újabb veszélyhelyzet kapcsán, amikor indukálhatja azt, hogy az emberek nehezebb körülmények közé kerülnek, és valószínűleg jól fog jönni egy tál melegétel, akkor adjuk meg azt a lehetőséget, és ne kelljen mindig testületi döntésekkel növelni ezt az adagszámot, ami hozzáteszem még egyszer egy lehetőség. Szerintem egy kiváló lehetőség. Tulajdonképpen ez úgy fog működni, hogy osztóhelyeket fogunk kijelölni. Ebbe kértük a közétkeztetésnek a vezetőjét, Hertel Gyulát, hogy segítsen ebben. És egy tál meleg ételhez ingyenesen hozzájuthat tulajdonképpen bárki. És itt kiemelném azt, hogy van ugye egy szociális réteg, akik egyébként is hozzájuthatnak ingyenes ételhez. Ez ezen felül is tud biztosítani egy lehetőséget, ugyanis ez ezen kívül van, és nem köthető tulajdonképpen semmilyen megszorításhoz. Ehhez bárki hozzájuthat, aki igényli. És hát látszik, hogy megyünk bele a járványnak a második szakaszában. Remélem, hogy minél kevesebb igény fog erre jelentkezni, de ez egy olyan lehetőség, ami mellett nem mehettünk el, és én örülök annak, hogy fel lett hívva erre a figyelmünk, és le tudtuk tenni az alapjait. Tulajdonképpen az a célunk, hogy még ez átgondolás tárgya, hogy 6-7 osztóhelyet fogunk, majd az igényektől is látszik ez egyébként, hogy mennyire van szükség. 6-7 osztóhelyet kijelölünk, ahol valószínűleg a hétköznapokban délutáni órában történik, hétvégén viszont el kell gondolkozni rajta, lehet, hogy egy reggeli délelőtti órában is meg tudjuk ezt oldani. A KHT segítségével fogjuk ezt, ők fogják elkészíteni ezeket az ételeket, és úgy kerülnek kiosztásra. Egy adminisztrációs feladat szükséges még ehhez egyébként, és semmi másról nem szól a dolog. Én azt gondolom, hogy ez egy jó lehetőség. Én kívánom azt, hogy minél kevesebb embernek legyen erre szüksége, de akinek szüksége van, az úgy tudjon hozzájutni, hogy ne kelljen egy negatív gondolatiság után mennie oda ezért az egy tál ételért. Én biztatok arra mindenkit, hogy akinek szüksége van erre, jelentkezzen érte, és remélem, hogy mindenki megelégedését fogja tudni szolgálni. Talán ez a 3000 adag okozott zavart a fejekben, de az Igen. is elhangzott egyébként, hogy jelen tudásunk szerint ma Hajdunáláson nincs, közel sincs
ennyi ember, ha a rászorultságot nézzük, aki mondjuk igénybe vehetné ezt a dolgot. Így van, nagyon kevés a száma, szerencsére a rászorulóknak, és aki jelen pillanatban rászorul, azért a tudatunkban van, hogy kik ezek a személyek, és igyekszünk őket a szociális ellátáson túl mindenben is segíteni. Valami fajta szűrőt be lehet építeni ebbe a rendszerbe? Mert most ugye az hangzott el, hogy tulajdonképpen nem kell itt igazából semmit bebizonygatni, hanem hogyha valaki igényli, akkor megkaphatja és hozzájuthat ehhez. És azért Debrecenben is lehetett látni olyanokat, akik korán sem voltak rászorultak, de hát ha már van egy ilyen lehetőség, akkor gyorsan kihasználom. Kell-e vagy lehet-e beépíteni valami szűrőt, hogy tényleg azok jöjjenek, akiknek szükségük van rá? Hát nem tudom, hogy kell-e vagy lehet-e, szerintem eldönti a jövő, hogy kik fognak erre igényt venni. Én azt gondolom, ez mindenkinek legyen egy saját identitása, hogy mit gondol erről. Nem gondolom azt egyenlőre, hogy kellene bármilyen szűrőt beletenni. Aki úgy érzi, hogy olyan élethelyzetben van, hogy szüksége van rá, az vegye igénybe. Legyen ez a végszó, alpolgármester asszony, alpolgármester urak, köszönöm, hogy itt voltak. Legközelebb is találkozunk és folytatjuk. Köszönjük szépen.